Szinte az összes önkormányzati képviselő eljött a délben kezdődő rendes havi ülésre, melynek első perceiben Bunta Levente polgármester is jelen volt, aki elmondta, a találkozó 6 pontjából 3 a Székelytámadvár felújítását célozza, ezért a norvég alapnál 200 ezer eurót, az amerikai nagykövetségnél 200 ezer dollárt szeretnének megpályázni. A polgármester távozását követően Tikosi László műszaki igazgató ismertette a részleteket. Elsőként a Kornis Ferenc utca és a Tó utca felőli részeket tennék rendbe. A hiányzó köveket pótolnák, a munkát 7-8 hónaposra tervezik. A második fejezet már a vár keleti oldalának rendbetételét tartalmazza. A tervben benne van a Hajdúbástya teljes restaurálása, a védőfalak megerősítése, a beruházás értéke több mint 8 millió lej, kivitelezési ideje 12 hónap lenne. A költségeket norvég pályázatból fedeznék. Új munkálatok is közbejönnének, a Hajdúbástyának a teljes rendbetétele, a védőfalak megerősítése, konzerválása és a támfalnak a megemelése is bizonyos helyeken. Ennek a munkálatnak az értéke lényegesen nagyobb, tehát amint mondtam 8.065.903 le egész pontosan, amiből a Csé plusz mély a 6.798.368 le. Ennek a kivitelezési ideje az 12 hónap. A Székelytámadváron megerősítése és restaurálása című pályázatot április 7-én kell leadni, ezért volt sürgős a tanács elé terjeszteni a témát. Mindhárom a pályázattal kapcsolatos tervezetet elfogadták a tanácsosok. Rábólintottak a Rákóczi Ferenc utca 102 szám alatt található barompiac rendezési tervére is, kiderült, a mostani mögött kialakítandó új vásártéren árusító csarnok, raktárhelyiség, parkoló is helyet kap. Elhangzott, azért kell új felületet kialakítson a város, mert a mostani terület tulajdonosa július 30-áig kötött szerződést a várossal, a továbbiakban viszont saját részre használná a teret. Az utolsó előtti pont a Betlen 2-es lakótelep fűtés hálózatának leltári értékének módosításáról szólt, miután felújították a város tulajdonában lévő rendszert. Utolsóként a gyulafehérvári Caritas egy érdekes kezdeményezéséről is határoztak a képviselők. A szervezet szelektív ruha és cipőgyűjtő tartályokat akar elhelyezni Székelyudvarhely területén. A 17 darab zárható edénybe összegyűlt ruhaneműt a rászorulók kapnák meg. A közterületen 6 tartály felállítását hagyták jóvá, de a tervek szerint a nagyobb áruházak parkolóinál is lenne ilyen úgynevezett ruhagyűjtőpont.